Kistarcsán a Csigaházban gyűltek össze az október 23-ai megemlékezés résztvevői, akik a himnusz elhangzása után elsőként Kenneth Clara Anyu, most tüntetni vegyek című versét hallhatták. Tegnap még sejmes szőke haját simogatta szelíd anyai kilisz. Ma fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna, kék szemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó maszkóruhát viseltél, megtalpalt iskolacipőt. Emléked azóta már csodás legendává nőtt. Mert soha, soha a világon még nem harcolt ilyen sereg. Halált megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Szemben az orosz tankokkal, mely mint dübörgő halál, pillanatonként százakat irgalmatlanul lekaszál. Drága kis testeken gázol páncélszörnyek hernyótalpa, szovjet tankokra vértapad, és ott feküsztök halva, halva. Megölték a gyerekeinket, a hősöket, mert szembeszálltak. Bolsevista bitangok hada nemzetgyilkossá váltak. Ezt a vért nem mossa le évezredek ítélő széke. És egy napon fegyvert ragad a világnak minden népe. Példát vesz rólad kisfiú, te vézna iskolás gyerek. Ki beszóltál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. A kistarcsai rendezvényen Vécsei László országgyűlési képviselő mondott beszédet. Ünnepelni jöttünk össze, hiszen október 23-án egyetlen nap alatt győzött a forradalmunk. A mi nemzeti értékeink és hagyományaink mentén a magyar szabadságért az idegen megszállás és az idegen megszállók hazai kiszolgálói a kommunisták ellen lobbant ki. Egyben emlékezünk is ma a kommunista országlás gyalázatos évtizedére, az okokra, amelyek a forradalomhoz vezettek. És emlékezünk szabadságharcunk vérbefolytására, hőseinkre és az áldozatokra is, akik életüket, egzisztenciájukat, egészségüket áldozták azokban a napokban, a magyarság eltiporhatatlan reményének oltárán a szabadságért. Akik új fenntanúságot tettek arról, hogy ebben az ezredéves hazában egy valami soha nem változhat meg. Mi, magyarok, mindig a szabadság népe voltunk, és azok is maradunk. A pesti srácok, az egyetemi ifjak és minden más korosztály, munkások, parasztok és katonák, értelmiségiek, egyházi személyek, a nemzet java, az osztályi különbségek nemzetidegen kényszerzubbonyát letépve, órák alatt egységbe ford. Akik személyesen megélhették azokat a napokat, úgy számolnak be erről az érzésről, mint életük feledhetetlen csodájáról. Akik a nemzet oldalán voltak, hittek az igazukban, hittek a hazában, véget akartak vetni annak, hogy idegen hatalmak a fejünk fölött döntsenek arról, hogy mi hogyan éljünk. Le akarták rázni a megszállók igáját. Meg akartak szabadulni attól a vezetői garnitúrától, amelyik pénzért és hatalomért, egy tömeggyilkos ideológiától elvakítva készséggel szolgálta az idegen érdekeket. Az 56-osok szerintem tisztában lehettek azzal, hogy az árral szemben úsznak. De azzal is, hogy a tét hatalmas. Haza és szabadság. Tisztelt ünneplő honfitársaim, itt Kistarcsán, az egykori internálótábor területén mindig tisztában zengenek a szavak, amikor a diktatúrák áldozatairól vagy 56 heroizmusáról emlékezünk. Nyilasok, ávósok, kádárpribékek kegyetlenségei nyomán halál és kínok, megaláztatás és emberi szenvedés itatta át ezeket a falakat. Tavaly a forradalom 60. évfordulóján Kistarcsa városának részvételével folytatódott az Európa Polgárokért program, hogy a Gulág emlékév tematikájával is erősítve
még teljesebben felelhessünk meg az emlékezés erkölcsi parancsolatának. Vécsei László emlékeztetett rá, hogy a Gulág emlékév keretében a kormány 500 millió forintot ajánlott meg Kistarcsának egy emlékhely létrehozására, amelyet a tábor parancsnoki épületében rendeznek majd be. Ugyanakkor a szónok említést tett a soros tervről és annak veszélyeiről is. Mint 56-ban, ma is mások akarnak a fejünk fölött dönteni arról, hogyan éljünk. Arról, hogy olyanokkal kelljen együtt élnünk, akikkel nem akarunk. Most is szankciókkal fenyegetnek minket, ha nem engedelmeskedünk. Külső erők akarják megmondani, hogy kik vezessék Magyarországot, beavatkoznak belügyeinkbe. És most is hazai segédcsapatok szegődnek a szolgálatukba, pénzért, hatalomért, pozícióért kínálva szolgálataikat. Amint 56-ban, úgy lassacskán, és ez nem túlzás, ma ismét a hazánk, a szabadságunk forog veszélyben. Azt azonban mindenki, aki ismét ellenünk fenekedik, jól vésse az eszébe, nekünk pedig ez adjon erőt és hitet, hogy 56-ban is a szabadság népe voltunk, és ma is azok vagyunk. A Csigaházban a rendezvény a Simándi József általános iskola tanulóinak Angyal, vigyél hírt a csodáról című irodalmi műsorával zárult. Lássuk most ebből egy részletet. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek, s a könygáz meg a tűzzel telték, sem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Hallom susogva a szomszéd nagyfiút. Azt susogja, Korvin köziek. S félrenéz, a lakók közül melyik hallja meg. Korvin közben összegyűltek, fegyvert fogtak 1-200-an. Nem volt más kiút, ők voltak a Korvin köziek. Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút, csak összegyűlni Korvin közbe, s lenni nagy fiúk. Fegyvert fogtak, kezdeni a bakunk. Rátámadtak Korvin közre, tankok, fegyverek, úgy súgta a szomszéd fiú, más ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ, árvákint nem kezdhetik a bált. Visszalőttek, s meggyújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek fáklyaként, rongyok ők is, megtudták a tényt. Újabb tankok jöttek, súgt a szomszéd nagyfiú, lőtt árvára újabb árva, folyt a háború, és a világ sose tudja meg, kik voltak a Korvin köziek, mert ők voltak, ők, tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen. Lángjuk egyre nőtt, meghaltak mind, és ez se tudja meg, kik voltak a Korvin köziek. Nem tépett rony darab, még csak nem is szakadt. Vágtak kés és oldó, mi kezünkbe akadt. A fényes sejemből azt a gyűlölt jelet, elégetve vele mindazt, amit jelent. Az ünnepséget követően a résztvevők megkoszorúzták az internálótábor falán lévő emléktáblát.